A betakarítás időszakában több növény esetében elmondható, hogy a terméshozam túlszárnyalja az elmúlt évek átlagát. Nincs ez másképp a burgonyánál sem. A nagyobb területet művelő gazdák és a saját felhasználásra termelők egyaránt elégedetten konstatálhatták a kiásott növény minőségét. Idén a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően 500 ezer tonna burgonyát takaríthatnak be Magyarországon. Ez a korábbi évekhez viszonyítva több mint 20%-os emelkedést jelentene. A tavalyihoz képest, mikor volt a július-augusztus, ez a nagyon-nagyon meleg, ebbe az évben alig volt egy pár nap ilyen 31 néhány fok, tehát a burgonyára tényleg ideális időjárás. Reggelente 15-20 fok körül, tehát tényleg a könyvben nem lehet leírni, hogy milyen jó időjárás volt a burgonyára. Ami nehézséget jelent a burgonyára, ugye a fitoftorelle, mivel rengeteg csapadék volt, tehát mi is minden héten permeteztük a burgonyát lombra a fitoftorellen. A kedvező terméshozam miatt a krumpli ára is jelentős csökkenésnek indulhat. Ez a tendencia egyébként már több hete tart, ennek oka, hogy több százezer tonna burgonya maradt a raktárakban Nyugat-Európában tavalyról. Nagyot zuhant a kereslet, miután a koronavírus miatt hosszú ideig zárva tartottak a menzák és az éttermek. Emellett a termelői árak sem voltak még ilyen alacsonyak, ezért árulják olcsóbban a burgonyát jelenleg Magyarországon. Magyarországon ilyen 11 néhány ezer hektár az ültetési felület, tehát mi szintén kicsik vagyunk, de a nagyok a francia, német, lengyeleknél tavalyról, ahogy a vírus miatt ugye bent maradt nagyon sok burgony, ami még a raktáron van, tehát ők biztos, hogy elárasszák a világot olcsó ára, amivel ugye ki kell takarítani nekik, hogy az új burgony, amit most fognak felszedni, legyen hely. Úgyhogy biztos, hogy nagyon, tehát nyomott ára lesz, akkor így fogalmazok. Bár ne lenne, mert ugye mi gazdák azt szeretnénk, hogyha minél többet kapnánk érte, de sajnos tényleg nyomott ára lesz, mert most az idén Magyarországon még az is meg tudta termelni a burgonyát, aki nem rendelkezik öntözéssel. Ahogy a kísérletvezető elmondta, Magyarországon igen jelentős a krumpli francia importja, a boltokban is gyakran találkozhatnak ezzel a vevők. A nyugatról behozott termék ára az utóbbi hónapokban összesen több mint 30%-ot esett, ez várhatóan a magyar burgonyára is kihathat, a szakértők azonban óvatosak, hiszen a keresletet további tényezők alakíthatják a közeljövőben.